Letették az esküt a szavazatszámláló bizottságok tagjai. Rendőrökre támadtak a csendháborítók. A honismeret napját és a Petőfi Klub megalakulását ünnepelték városunkban. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Letették az esküt a 2022-es szavazatszámláló bizottságok tagjai a közelgő országgyűlési választáshoz kapcsolódóan, a törvényeknek megfelelően. Az esemény dr. Almási Csaba jegyző nyitotta meg, majd Zsuponyó Anett alpolgármester olvasta fel az esküszövegét. Ezt követően megalakult a 37 bizottság. Az eskütétel után a választási iroda képviselői felkészítették a jelenlévőket a vasárnapi feladatokra. Az előadásokat dr. Stronga Eszter, az Országos Egyéni Választókerületi Választási Iroda helyettes vezetője, valamint Mihaly Zsuzsanna, az OEVI tagja tartotta. Az olvasó színház termében több mint 250-en voltak jelen. Rendőrökre támadtak a Bojki Tamás úton, a bíróság még másnap elítélte az elkövetőket. Csendháborítás miatt érkezett jelzés a rendőrségre vasárnap reggel, az egyenruhások pedig emiatt hamar meg is jelentek az érintett ingatlannál. A rendezvényt szervező férfit előállították, aki ezt tudomásul vette és be is ült a rendőrautóba. A két vádlott azonban ezt kifogásolta és hangot is adott egyetnemértésüknek. Ezt követően pedig agresszívan elindultak a rendőrök és a szolgálati gépjárművük felé, hogy társukat kiszabadítsák. A férfiak meg akarták akadályozni az intézkedést, ezért elkezdték a rendőrök karját és az autójuk ajtaját is rángatni. A dulakodásnak végül testi kényszer és könnygáz alkalmazásával vetettek véget a rendőrei. Az Ózdi Járásbíróságon hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt indult eljárás. A bíróság 2022. március 28-án mindkét terheltet társtettésként elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt egy év szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Súlyosító körülményként értékelte a társtettesként és ittas állapotban való elkövetés tényét, illetve az, hogy a férfiak két rendőrrel szemben léptek fel erőszakos módon. Enyhítő körülményként esett latban, hogy a vádlottak megbánták tettüket és elnézést kértek a történtekért. Az ítéletet a vádlottak és az elsőrendű vádlott védője tudomásul vette, míg az ügyész súlyosítás, a másodrendű vádlott védője pedig enyhítés érdekében fellebbezett. Továbbra is terjed a szóbeszéd az Ózdi kórház bezárásával kapcsolatban. Ezeket az információkat korábbi hírműsorunkban dr. Bélteczky János főigazgató nem erősítette meg. Ehhez kapcsolódóan dr. Révész János, a Borsodabaúj-Zemplén megyei központi kórház főigazgatója is közleményt adott ki ma, amelyben arról beszél, hogy az Almási Balogh-Pál kórház gazdasági helyzete stabil, az egészségügyi intézményben az elmúlt években számos orvos technológiai fejlesztés valósult meg. A kórház az Észak-Kelet-Borsodi régió lakosságának ellátását biztosítja, a folyamatos és biztonságos betegellátás feltételei adottak, s a jövőben is adottak lesznek. Rizs Gábor országgyűlési képviselő miniszteri biztos is állást foglalt az ügyben. A városban az elmúlt napokban felröppentettek egy hírt, így a választások közeletével talán nem véletlenül, hogy az Ózdi kórház bezár. Nos, az Ózdi kórház főigazgatója Bélteczky főorvos úr cáfolta a hírt. Egyértelműen kimondta, hogy nemhogy bezárnak, hanem sok milliárdos fejlesztést követően, úgy külső, mint belső felújításokat követően, eszközparkban is gazdagodva, de továbbra is szolgálják az Ózdi egészségügyet. Ugyanezt megerősítette dr. Révész János megyei kórház főigazgatója is, hogy továbbra is számít az Ózdi kórház gyógyító munkájára, hiszen körülbelül 200 ezer ember térségben betöltött egészségügyi helyzetét tudja javítani az Ózdi intézmény, és ez így van, és így lesz a jövőben is. Úgyhogy bárki más mond, és más szeretne elítetni az emberekkel, az rossz hírkeltő, álhírkeltő és hazugság. A honismeret napja alkalmából újabb foglalkozást szervezett a Lajos Árpád honismereti kör.
A hely, ahol élünk elnevezésű programsorozat újabb állomása most összeolvadt a Petőfi Klub megalakulásával. Az eseményen Rizs Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Zsuponyó Anett Ózdváros alpolgármestere is részt vett. Az országgyűlés még 2020. decemberében döntött úgy, hogy a 2022-2023-as esztendőt a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja tiszteletére, Petőfi Sándor emlékévvé nyilvánítja. A költő 200. születésnapja alkalmából határoztak így. Az emlékév egyik kiemelt tevékenysége a reformkori szellemiséget tükröző Petőfi Klubok Kárpát-medencei hálózatának kialakítása, amelynek elindulását professzor dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 2022. március 11-én jelentette be. A bicentenáriumhoz kapcsolódva az Országos Közművelődési Közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet a költőfejedelem születésének 200. évfordulójához a Petőfi Klubokban számos közösségépítő programmal, rendezvénnyel, valamint színvonalas kulturális eseménnyel csatlakozik kultúrstratégiai intézményi partnereivel, amely programban Borsod-Abaúj-Zemplén megyének is meghatározó szerepe van. A kiválasztott településekre számtalan kulturális programot juttat majd a program, ami közvetlen lehetőséget teremt a nemzeti értékek megismerésére és a szépirodalmi tudás bővítésére egyaránt. A programot a Vasvárúti Általános Iskola tanulóinak szavalata és éneke színesítette. Zsuponyó Anett Talajos Árpád honismereti kör munkásságát méltatta az eseményen. A honismereti kör becsüli a múltat, érdemli a jövőt. Lassan róluk is lehetne írni egy olyan kötetet, amely felidézi a felbecsülhetetlen értékű munkájukat, amit ezúton is köszönök. A kör tagjai a közvélemény számára sokszor észrevétlenül dolgoznak, csak akkor lepődünk meg, amikor újabb és újabb kiadvány lát napvilágot, ami a kezük munkáját dicséri. Ehhez szükség van alázatra, elhivatottságra, kitartásra. A Magyar Honismereti Szövetség elnöksége 2007-ben egy ülésen határozott arról, hogy március 24-ét a honismeret napjává alakítják. Bél Mátyás a mozgalom egyik szellemi elődje. Az ő születésnapja ez a dátum, így ezért esett erre a választás. Nevét egyébként Besztercebányán Egyetem, Balatonkeresztúron pedig látogatóközpont is viseli. A honismereti előadást követően a Petőfi Klubot Ózdon Rizs Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos nyitotta meg. Beszédében többek között kiemelte Petőfi Sándor költészetének értékességét. Ő az egyik legnagyszerűbb költünk, a szabadságharc költője, aki életével áldozott azért, hogy az eszmény ezt tovább éljen. Ez az évforduló, ez egy szerény visszatekintés a munkásságára, de ahogy említettem, a világ számára is. Hogy élt ma, vagy élt egykor egy Petőfi Sándor nevű forradalmár költünk, aki számtalan módon megénekelte a szerelmet, a szabadságot, az életérzését, amely mindenhez őt kötötte. A beszédet követően a résztvevők átsétáltak az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékparkba. Itt az udvaron megkoszorúzták a Lajos Árpád honismereti kör alapítóinak emléktábláját, majd megtekintették a múzeum időszaki kiállítását és a nemrégiben átadott légózdot is. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli idén a Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület. A civil szervezet a napokban tartotta meg éves közgyűlését, ahol egyebek mellett ismertették az elmúlt esztendő beszámolóit, majd bemutatták azokat a terveket, amelyeket 2022-ben szeretnének megvalósítani. Ismét a Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület tagjaival telt meg a civilház nagyterme. A szervezet minden esztendőben itt rendezi meg éves közgyűlését. Az esemény kegyeleti megemlékezéssel kezdődött. Azokra a tagjaikra gondoltak vissza közösen, akik már nincsenek közöttünk. Ezt követően a 2021-es beszámoló következett a költségekkel és a felügyelőbizottság munkájával kapcsolatban. Idén is komoly terveik vannak. Gyakorlatilag a Bojki temetővel kapcsolatban kell még egyeztetnünk majd plébános úrral, aztán szeretnénk visszahallani a Kossuth Rádióba a Déli Harangszó című műsorból a mi harangbeszédünket, illetve az itteni templomnak a harangját. Ezt is elkészítettük, várják tőlünk. Még egyeztetés egy kell itt, egy helyi, mert a pesti egyeztetések megtörténtek, és akkor küldjük le a hangfelvevő szakembert, amikor mi már ezt jelezzük, hogy minden rendben van.
Kis Istvánné 15 évvel ezelőtt kapcsolódott be a civil szervezet működésébe. Kifejtette, hogy egykoron pezsgő társasági élet jellemezte a klubot, és most is leginkább a fiatalok bevonására lenne szükség. Ám nem könnyű rávenni azt a korosztályt, hogy a régmúlt bolyok emlékeit megőrizzék. A hangulat nagyon jó. Hát igaz, hogy idősek vagyunk, szeretnénk fiatalítani, de ez az idős tömeg, hogy így mondjam, mert vagyunk 40-45-en, sőt voltunk régebben többen, csak már sajnos az idősek meghaltak. Megpróbáljuk őket is bevezetni ezekbe a népdalokba, a népdalkörökbe, énekelgetünk. Szegény Balogrudi bácsi volt itt velünk, mindig ő segített, ő húzta nekünk. Fricz Kati néni a énekkart vezette, most én vettem át, hogy mégis megmaradjon. Nagyon sokan elmentek közülünk az énekkarból is, és ehhez kellene még egy kis pótlék, tehát tömeg, hogy így mondjam, a fiatalok közül. A Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület tagjai továbbra is azon dolgoznak, hogy ne vesszenek ki a köztudatból a tradicionális értékek. Ezért folytatják a már jól megszokott programokat. Emellett méltó módon kívánnak megemlékezni újraalapításuk 20. évfordulójáról is. Ruhát és ételt osztottak a Farkasjuk ifjúsági házban. A Híd gyülekezete szeretett szolgálat által rendezett eseményen 60 család vett részt, mintegy 300 fő részesült az adományokból. A szolgálat munkatársai babgulyással vendégelték meg az érdeklődőket. A kilátogatók a délután folyamán egy kis teherautónyi női, férfi, valamint gyermekruha közül választhatták ki a nekik tetsző darabokat. Ezeken kívül cipők és játékok is új gazdára találtak. A szervezők a jövőben is terveznek tartani hasonló alkalmakat, és jó kapcsolatot szeretnének kialakítani a helyi önkormányzattal. A megmozdulás célja, hogy az ott élőknek segítséget nyújtsanak a mindennapokban. Véradást tartanak március 30-án szerdán a civilházban. Az eseményt a megszokottak szerint az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete rendezi. A segíteni szándékozókat 11 órától várják délután 4 óráig a már jól ismert helyszínen. Időpont foglalás nélkül is részt lehet venni az alkalmon. A szervezők mindenkit várnak, aki egészségesnek érzi magát. A beavatkozáshoz személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Fontos információ, hogy a véradó helységben még mindig kérik a maszk használatát. A szervezők kávéval, csokoládéval, valamint étkezési utalvánnyal várják a véradókat. Megjelent a Visszhang márciusi száma. A 15 ezres példányszámú városi magazin kiemelten foglalkozik az olvasóban rendezett táncgálákkal, így az oldalakon helyet kapott a 7. alkalommal megtartott Adorjál Lajos néptánc találkozó, és reflektorfénybe került az Együttel nevezésű előadás is. Hogyan zajlott a nemzeti ünnep Ózdon? Ezt is megtudhatják az újságból. Fontos téma a borsodi négyek együttműködése, vagyis mi köti össze Ózdot Encse, Kazincbarcikával és Tiszaújvárossal. Erre a kérdésre is választ kaphatnak az oldalakat lapozgatva. Április 3-án országgyűlési képviselőt választunk, megtekinthetik a jelölteket. De szó esik a nemzetőrúti tanácsadó megújulásáról is. Milyen terheket ró a világjárvány és a háború az emberekre? Van-e kiút a reménytelenségből? Többek között ezekre a felvetésekre keresi a választ Szurdok Krisztina írásában az Egyén háborúja címmel. A legjobb sportolókat díjazták a 2022-es Városi Sportgálán. A 11. oldalról kiderül, kik azok, akik minden esztendőben azon fáradoznak, hogy kitartó munkával öregbítsék városunk jó hírnevét. Az érdeklődők végül betekintést nyerhetnek egy 7000 darabból álló antik rádió magángyűjteménybe is, ami a Bojki Tamás úton található. Az ingyenes színes kiadványt postaládájukban találják az olvasók. Ózdi tekézők is játszottak a Magyar Teke Szövetség szervezésében lebonyolított utánpótlás területi fiú-lány egyéni versenyében. Ennek 4. utolsó állomását rendezték vasárnap Ózdon a Városi Stadion Teke csarnokában. Az észak-magyarországi régió legjobb játékosai részt vehetnek Budapesten az országos fináléban. Utánpótlás tekeversenyt rendeztek vasárnap a Városi Stadionban. A megmérettetést a Magyar Teke Szövetség szervezésében bonyolították le. Az észak-magyarországi régióban sportoló 14 és 18 év közötti fiúk, illetve lányok részére. Az esemény egy 4 állomásos sorozat utolsó etapja volt. Korábban Egerben, Bátony-Terenyén és Nyíregyházán mérhették össze tudásukat a fiatalok. A sikeres részvételhez legalább 3 helyszínen urítani kellett.
Ezeken a viadalokon elért eredmények átlagából számolták ki a végső sorrendet. A legjobbak minden korosztályból kvalifikálták magukat az április utolsó hétvégéjén Budapesten megrendezendő országos döntőbe. Volt rá idő, ugyanis havi egy alkalommal van ez az egész verseny megrendezve, és heti egy-két edzés alkalmából tudunk rá gyakorolni. Magammal megelégedve annyira nem vagyok, hiszen lehetett volna jobb is, de annyira nem is rossz. A nyíregyházi TK tekézői rendkívül sikeresen szerepeltek a sorozat legtöbb városában, így történt Ózdon is, így felkészítő edzőjük joggal lehetett büszke rájuk. Nyíregyháza három fiatal játszik, van két U14-es és van egy U18-as, olyan jó kis csapat, hogy simán megnyerték, 6 ponttal megnyerték a bajnokságot már eddig, tehát még van két meccsünk, de megvan még a, tehát már megvan a bajnoki címünk, kelet-magyarországi megvan, és most is nagyon szépen a fiatalok, tehát az U14-et a mi srácaink, a Végmári Krisztián vezeti, az U18-ban a Molnár Dávid a második helyen áll, U14-be harmadik helyen áll a harmadik játékosunk, tehát úgy ott vagyunk az első háromban mindenütt. Az Ózdi színeket a Salgóz játékosai Csanádi Bence és Urmán Dávid képviselték. Előbbi az U14, még utóbbi az U18-as kategóriában lépett parketre. Nehezítette a két sportoló dolgát, hogy a területi erőpróba előtt szombaton mindketten NB1-es bajnoki mérkőzésen vettek részt a BKV Előre ellen a fővárosban. A fináléra a kelet-magyarországi régióból 12 versenyző juthat be, így az ország egyéb területi versenyei befejezése után derül ki, hogy teljesítményük mire lesz elég. Elvitte a két bajnoki pontot a budai Farkasok Rév Group csapata az Olmozdi KC-tól. Kocsis Csaba legénysége az első félidőben még fej-fej mellett haladt a vendégekkel, ám a második játékrészben nem bírta a tempót a piros-kék gárda a feljutás céljai közé kitűző Farkasokkal. Különös pikantériát adott a találkozónak a tény, hogy nyugat és kelet bajnoki tétmérkőzésen csapott össze. Hosszú perceken keresztül érintetlenek maradtak a kapuk, mindkét gárda kereste a fogást a másikon. Ismét próbáltunk hosszú támadásokra appellálni, hogy ne legyen nagyon rohanós a tempó. A sérülések most is igencsak leszűkítették Kocsis Csaba rotációs lehetőségeit. Ennek ellenére az első periódusban fej-fej mellett haladtak a felek. Ennek megfelelően 12-12-es állásnál mentek pihenőre a játékosok. A második részt egyértelműen a vendégek kezdték jobban, innen kellett kapaszkodni az ózdi srácoknak. Küzdöttek becsülettel, de szinte csere lehetőség nélkül nem tudtak közelebb kerülni a riválishoz. Végeredmény Olmozdi KC Budai Farkasok Rév Group 22-27. Próbáljuk a sebeket nyalogatni, és bár szombat nagyon közel van, mert ilyenkor azért tudni kell azért a játékosok nagyon ki lesznek, aki 60 percet játszik, és reméljük, hogy nem lesznek nagyobb gondok most ettől, hogy játszottak a félig betegek, vagy félig sérültek. Meglátjuk, hát megyünk tovább, szeretnénk azért pontokat szerezni. Úgy gondolom, hogy a mai ellenfelünk azért nem a mi kategóriánk, ő valószínűleg a feljutásért küzd, sőt vezeti a tabellát, tehát nem baj, lesznek még szorosabb meccsénk, és reméljük, és biztos, hogy nyerni is fogunk majd belőle. A vendégek számára fontos volt a győzelem, hiszen szeretnének jövőre az NB1-ben bizonyítani. Koly Endre kifejtette, hogy talán még soha nem volt ilyen nehéz pontokat gyűjteni az NB1-ben. Nyilván győzni jöttünk ide, de én úgy gondolom, hogy Ózdon sosem könnyű győzni, vagy senkinek nem is lesz könnyű győzni. Egy nagyon jó csapatra számítottunk, és úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés is volt. Azt gondolom, hogy a hazaiak, hogyha kicsit többen lettek volna, vagy nem lett volna a sérülésekkel problémájuk, akkor azért még jobb mérkőzést játszottunk volna velük, még komolyabban tudtak volna ellenünk felkészülni, illetve játszani, de örülünk a győzelemnek természetesen, pedig ezért jöttünk. A mieink a következő körben a Sziget-Szent Miklósi KSK-n vendégeként lépnek pályára a felsőházi rájátszás második fordulójában. Ellenfelünk hasonló mutatóval rendelkezik, mint mi, így ha a sérülések nem hátráltatják csapatunkat, egy jó mérkőzést játszhatunk a két bajnoki pont megszerzéséért. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Letették az esküt a szavazatszámláló bizottságok tagjai, 37 bizottság alakult, így több mint 250-en segítkeznek majd a vasárnapi választáson. Rendőrökre támadtak a csendháborítók. Az elkövetőknek hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt kell felelniük. Egy év szabadságvesztést kaptak, 2 évre felfüggesztve.
újabb foglalkozást szervezett a Lajos Árpád honismereti kör. A programsorozat állomása most összeolvadt a Petőfi Klub megalakulásának ünneplésével. Elvitte a két bajnoki pontot a budai Farkasok Rév Group csapata az OA Mozdi KC-től. A miénk a következő körben a Szigetszentmiklósi KSK vendégeként lépnek pályára. A hírek után lássuk, milyen időjárásra van kilátás holnap. Szerdán erősen felhős, borult időre készülhetünk. Délután több helyen kialakulhat kisebb eső, zápor, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Többfelé élénk, erős lesz a délnyugati szél. Délután 17 fok valószínű, hajnalban 5 fok várható. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a kaleidoszkópot ajánlom figyelmükbe, amelyben Balogh Rudolf prímásra emlékezünk. Szurdo Krisztina Berki Lajossal beszélget. Az adásban szó lesz még arról is, hogy milyen fergeteges produkcióval várja az Urbán Verbunk az ózdiakat, de részleteket mutatunk abból a két videóklipből is, amelyben a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület tagjai szerepeltek. Friss hírekkel szerdán ugyanebben az időben jelentkezünk. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!